A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok mindenkinek, ahogy a méltán népszerű sláger refrénje tartja, néha jó, néha rossz, néha nem. Ez tulajdonképpen a mi műsorunk mottoja is lehetne, hiszen jó és rossz hírekről, kellemes vagy kellemetlen történésekről is beszélünk. Igaz, a Vadfrutik említett számának a refrénje úgy folytatódik, hogy néha nem foglalkoztat semmi sem. Na ez viszont biztos nem igaz ránk, hiszen ma is több téma foglalkoztathat minket, annál is inkább, mert itt a szezon hajrájában tényleg olyan sűrűn követik egymást a különböző sportágak történései, eseményei, jönnek a hírek, hogy szinte idő sincs mindent ebben a 45 percben kibeszélni, de igyekezni fogunk ma is, és ennek a mai műsornak, vagy ebben a mai műsorban ehhez segítségül hívtam Káldor Andrást, a Fejér megyei Hírlap veterán újságíróját, mondhatom, hogy nem a korodra, a munkatapasztalatodra célozva természetesen. Andris itt van velünk, Farkas Szilárd a fiatalabb generáció képviseletében, és Horog László, mint mindig a mi generációnk képviseletében, így van. Szóval tényleg, hogyha megnézzük ennek csak az elmúlt adás óta eltelt egy hétnek a termését, azt látjuk, hogy tényleg néha jó, néha rossz, amit mindenképpen azt kell mondanom, hogy talán mind a kettő kategóriába befér, de összességében mégis inkább jó, hogy a Mávelőre Röpisei végül is ezüstérmes pozícióban végeztek ebben a szezonban is, és ugye az is az hangsúlyos, mert egy tavaly feljutott együttes gyakorlatilag az utóbbi két élvonalbeli szezonját ugye második helyen, tehát a döntő elvesztésével fejezte be. Nyilván ilyenkor mindig elhangzik, hogy rossz elveszíteni egy döntőt, rossz úgy befejezni a szezont, de hogyha az nagy egészet nézzük, akkor a Mávelőre legújabbkori történelmének az ambícióihoz, az elvárásaihoz tulajdonképpen méltón szerepelt a csapat. Amikor egy héttel ezelőtt beszélgettünk, akkor még ugye az volt a helyzet, hogy egy kaposvári mérkőzés előtt álltunk, amiben benne volt, hogy ott véget is ér a történet. Ehhez képest ott lett egy csodálatos bravúr, 0-2-ről egy 3-2-es győzelem, majd jött egy fehérvári negyedik meccs, ahol majdnem sikerült ezt megismételni a MÁV-nak, két játszmás hátrányból egyenlített, de a döntő játszma mindig már nyilván egy kis pszichológiai csata is, az most a Kaposvárnak sikerült jobban. Az érdekel elsősorban, hogy vajon az a hangulat, ami egy bajnoki döntőt, főleg egy labdajátékban általában jellemez, ez elkapta-e a fehérváriakat, mert azért itt teltház volt már a Vokban, aminek a régi történelméből ilyen teltházas kosárlabda meccsekre emlékszem, de még a 80-as évekből majdhogy nem. Szóval, hogy a MÁV előre azért így, hogy másodszor játszott bajnoki döntőt, azért bekerült azok közé, a csapatok közé, akiket ugye méltán kísér figyelem a fehérvári sportközvélemény részéről. Hát én azt hiszem, hogy kevés olyan sportág van, ahol pótlalátót kell betenni, és itt Fehérváron megtörtént a Vokban, ki a két a pálya készszérén pótlalátót raktak be, és szerintem így is azért még fértek volna be a csarnokba, ha nagyon akarjuk. 800 ember környékén volt maximálva én szerintem az a létszám, akik befértek, de szerintem, ha nem mondom azt, hogy egy albarénába, de egy nagyobb csarnokban biztos, hogy sokkal jobb hangulat lett volna, attól függetlenül, hogy így is jó hangulat volt. Más kérdés, hogy nekem kicsi kis hiányérzetem van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, mert akár be is lehetett volna szúzni. Hát a ötödik játszmánál nyilván ez már mindig úgy volt, hogy akár lehetett is volna. Ugye azt jegyezzük meg, hogy a Kaposvár a 20. bajnoki címét szerezte, elképesztő, összehasonlíthatatlan a két csapat rutinja, akár nemzetközi szinten, akár a magyar porondon, és nyilván azért ennek is van szerepe ilyen kiélezett helyzetekben. Viszont ha már a nézőszámot említette, meg a Kaposvárt, ott ugye van egy viszonylag új építésű szép csarnok, nem tudom, 1000 néző fölötti létszámmal, ami megtelik, mert Kaposváron a röplabda az olyan, mint nálunk a, nem tudom, kosár meg a hoki, tehát hogy abszolút az első számú sportág. De felnőtt ehhez a szinthez, azt gondolom, a MÁV előre most már tényleg úgy a csapat körüli körülményekben, mint a játékerő tekintetében.
Beszéltük sokszor Lacival is, neki is azért van rálátása a kaposvári röplabda történelmére, hogy szerintem már az egy nagyon nagy dolog, hogy négy meccses, de két-öt játszmás csatát is hozó döntőt tudott vívni a Máva Kaposvárral. Én ezt a párharcot nem láttam egyetlen meccset sem élőben tévén, amit tudtam követtem, illetve Gondrist hívtam mindig a meccs után, hogy érték el. Kaposváron, ha jól emlékszem, a Fehérvárják által megnyert meccsen a riporter 2800-as nézőszámot és nézőcsúcsot említett. Tehát az új csarnok azért ott is vonzza, mint ahogy a mi Fehérvári gyönyörű új arénánk is húzza majd a drukkereket, ez egész biztos. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű párharc volt. Ahogy a tavalyi széria utolsó meccsén is nagyon jól tartotta magát a MÁV, de nem tudott nyerni. Körülbelül a tévéközvetítés látva ilyen érzéseim voltak most is, hogy azért ez a Kaposvár összességében jobb csapat, tehát nem véletlenül nyert kettőből két bajnoki finálét. A dicséret illeti szerintem mindenképpen a fehérvári röplabda sportot azért is, mert ugye a feljutás óta két ezüst, tehát ez szériában vagyunk ezüstérem ügyileg, és szépen csillog az ezüst is, ahogy mondják. De azért egy nagyon picit említsük meg a lányokat is, hiszen ők is éremesélyesek voltak, és nem tudom, hogy itt kapásból tudtok-e mondani mostanában olyan vidéki várost, de talán még Budapestet is belevehetjük, ahol a legmagasabb szinten ugyanazon sportágban két szakág is éremesélyesként küzdött és küzdhet. Így van, hát a MÁV előrének a röplabda ambíciói tényleg ugye hosszú évek óta, kezdve először az akadémiai építkezéssel, az általános iskolás, a középiskolás, a különböző diákversenyeken mutatott jó teljesítményekkel, így folyamatosan csúcsosodott ki, nyilván egészen más szint, amikor már profi felnőtt mezőnyről beszélünk. Úgyhogy valóban így van, a lányok negyedik helye is mindenképpen illik ebbe a vonulatba. Olvastam, hogy azért egy pszichológiai csata is zajlott, ugye nagyon komoly ilyenkor röplabdában. Röplabda az a sportág, ahol ugye nem tudnak kontaktálni a felek, így aztán nincs meg annak a lehetősége, ami számos más sportágban, hogy akár egy valamiféle tetlegességben csúcsosodjon ki, vagy vezessék le azt a feszültséget, ami bennük van. Itt nincs ütközés, itt nem lehet faltolni, nem lehet odarúgni, vagy odaütni, ami más sportágban adott keretek között még el is fogadott. De hát ahogy hallom, azért az odaszólogatások, a hálón átbeszélés, hogy Kocsi ugye a MÁV Albán ütőjének a pont örömét kezdték el parodizálni a kaposváriak, tehát hogy azért egy jó nagy pszichológiai csata azért zajlik itt is. Rendesen átszólogattak egymást, én ott ültem a pályaszéren, úgyhogy láttam, hogy rendesen odaszólogattak egymást, egy ilyen öröm után beszóltak, sőt, amikor cseréltek a csapatok térfelet, akkor is voltak összenézések. Szóval ment az adok-kapok. Hát minden esetre ugye ez volt az a szezon, amiben már nemzetközi porondon is láthattuk a MÁV előre férfi csapatát, két kupában is, lehet mondani, hogy azokban is tulajdonképpen helytáltak. Hogyan látjátok ennek a projektnek a jövőjét és a reményeit, vagy az esélyeit? Rengetegszer beszéltük, és most ebben ne is menjünk bele, hogy Fehérváron hány csapat küzd a nézők kegyeiért, és milyen elképesztően nehéz nyilván érvényesülni, de csak önmagában nézve ezt a röplabda projektet. Most már mondhatjuk, hogy jövőre már csalódás lenne, hogyha nem lenne meg két ezüst után az aranyérem? Hát szerintem nagyon fontos azt kiemelni, hogy ugye az első ezüst után, a második szezonban, ahogy mondtad, már nemzetközi kupákban indult a csapat, de ez nem zavarta meg őket a bajnokságban nyújtott teljesítményük kapcsán, hiszen szériában voltak, rengeteg mérkőzést nyertek, és hát nem is tudom, őket hívjuk mondjuk a kis Albának, és akkor szembeállítva a kosárlabdával, ugye talán mi vagyunk itt röplabdában is Magyarország második számú csapata, most már sőt az eredmények alapján mindenképpen. Tehát az a jövőre nézve biztos, hogy egy nagyon jó pozitív előjel, hogy a kupa mérkőzések sem zavarnak be, sőt segítenek bizonyára abban, hogy rutint szerezzünk, még több mérkőzést játszanak a srácok, és ezt kamatoztatni tudják. Az arany az mindenképpen fontos, legfontosabb ugye a sportágban, hogy első helyen végezünk, ha már tényleg ott vagyunk a dobogó második helyén, de sokkal fontosabb talán a kiegyensúlyozott és kiegyenlített teljesítmény, hiszen hát még mindig újoncnak vallhatjuk magunkat. Gyakorlatilag igen. Hát az ambíciókról ugye az is sokat elmond, erről is beszélgettünk az előző műsorokban, hogy Dávid Zoltánt úgy cserélték le, hogy az eredmények erre semmiféle okot nem adtak, a MÁV előre tényleg folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesített, de ahogy Laci mondta, meg háttérinfokból hallottuk, pont az ambíció volt az, ami
a klub vezetés és a vezetőedző megítélésében nem volt feltétlenül szinkronban, és hát ez a nagyot akarás, ez feltétlenül jellemzi a MÁV előre vezérkarát legalábbis mindenképpen. Tehát el lehet játszani a gondolattal, esetleg marad Dávid Zoltán, akkor milyen eredményt ért volna el a csapat, mert azért Zotya tudta őket motiválni ilyen-olyan módon a saját magas stílusába, meg azért ez a csapat az, hogy most itt áll, az gyakorlatilag neki köszönhető. Uh-huh. Viszont ahogy mondtad, ugye azt, hogy lehet, hogy ő kicsit talán nem földhöz ragadtabban, inkább reálisabban látta, hogy mit lehet elvárni jelenleg ettől a csapattól. Abban azt tényleg már nem fog kiderülni, hogy vele mit értek volna. Én a Fejvár Jöplabát nem nagyon tudom hova pozícionálni. Ilyen rendkívüli, ha nem is túlkínálat, hanem egy nagyon nagy keresztmetszet kapcsán, hogy azért van itt férfi kosárlabda, véletlenül döntős, női kézilabda, arról majd esik szó az adásba, hogy néztem, és tikában a műsorbenetet, de aztán van egy videóton, ami tényleg dobogóra hajt, a jégkorongozók nemzetközi kupában szerepelnek, tehát Andris mondta, hogy itt eltázolt az utolsó meccsen a Vokba, de előzőleg néztem mérkőzéseket, nem voltak sokan, de itt is azért összecsúsztak az események, hogy Norvégia elleni válogatott meccsek, közben játszik a Fehérvár FC, közben játszik a röplabda csapat, játszik a kosárlabda, a női kézilabda is, tehát tulajdonképpen, hogy megtalálni azt a helyet, hogy azért többen legyenek a meccseken, ne csak a fináléban. Hát ez is a következő szezon nagy kérdése lehet, és akkor ha már Laci, aki puskázott eléggé el nem ítélhető módon. Mint a középiskolában. Csak most nem buktam meg. Érettségi előtti adásunkkal tisztelgünk a ballagok előtt. Szóval valóban itt a papíromon a következő témakörnek a női kézilabda van felírva, már csak azért is, mert velük sem sokszor foglalkozunk itt az adásban, méltatlanul, de talán ebben benne is van az okában, hogy miért történik így az, hogy mit látunk ettől a csapattól. Annak idején Kaiser Tomival nagyon sokat pikírtkedtünk azon, hogy a női kézilabda bajnokság menetrendje olyan, hogy tényleg tehát kis túlzással gyakorlatilag egy terhességet ki lehet hordani egy két mérkőzés között, ha éppen úgy alakul a menetrend, hiszen hónapokig szünetel a bajnokság. Nem tudom, hogy ebben mennyi, vagy ennek mennyi szerepe van abban, hogy egy alapvetően rutintalan játékosokra építő, nyilván sem a fizikai terhelés, sem a mentális készenlét tekintetében nem olyan rutinos csapat, az ilyen nagy hullámvölgyeket produkál. Jelen pillanatban az Alba-Fehérvár KC ugye gyakorlatilag egy pontra áll a kieső helytől, miközben szezon közben olykor már azon lelkendeztünk, hogy itt most a régi szép 6.-7. helyek vannak elérhető közelségben. De hát 5 veresége van most zsinórban a csapatnak, közte olyan csapatoktól, mint a Békés Csaba, az MTK, vagy éppen legutóbb a Kozár Michelin, amelynek összesen van 2 győzelme a szezonban. Ezek azért nehezen magyarázhatók, vagy legalábbis mi nem látjuk a szakmai okait. Az első kérdés az, hogy most fenyegete a kiesés veszélye, mint mondjuk 2 szezonnal ezelőtt, amikor gyakorlatilag az utolsó fordulóig izgulni kellett, hogy a csapat ne essen ki. Hát véleményem szerint jó a sorsolásunk. Tehát ezt lehet igazán megragadni. Mert hát nem feltétlenül a mai meccs, mert a most a magyar a mai meccs az felkészülése a következőkre. Edző meccs, az most edző meccs. Mert áll előttünk a riválisok közül egy Vasas, egy Neka, egy Budaörs, úgyhogy... És hát a Kisvárda is és a Kisvárda, az a Józsa Krisztiánnal, aki itt az utóbbi évek legnagyobb sikerét ért el tavaly a csapattal. Úgyhogy én szerintem minimum 2 meccset be kell húznia ahhoz az együttesnek, hogy simán abszolválja ezt a bennmaradást. Hát ugye úgy néz ki a táblázat, hogy a Neka áll a jobbik kieső helyen. A Kozár Michelin azért a Fehérvár elleni szomorú bravúrral is gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, de ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia 11 pontot gyűjtött. Igaz, hogy egy mérkőzéssel többet játszott, úgyhogy a Fehérvárnak talán még így mondhatjuk, hogy van némi laufja. De hát csak 1 ponttal vagyunk ezelőtt a kieső hely előtt, úgyhogy ha még becsúszna ilyen blama, mint amilyen egy Kozár Michelin-i vereség volt, akkor azért lehet még meleg a pite. Ambivalens helyzet volt, a kosárlabda meccset az elnöktől néhány méterre néztem, és amikor már eldőlt, hogy a kosárlabda csapat maga biztosan nyer, akkor a barátommal elkezdtük nézni, aki a lánya az ifiben játszik, elkezdtük nézni online eredménykövetőn, és néhány méterre mögöttünk Balázs Imre pedig nézte a konkrét közvetítést, a kézilabdát, és nagyon hülye érzések kavarogtak benne. Kosárlabda meccs után mindenki veregette a vállát, hogy milyen nagyszerű az idei Alba-Fehérvár, és közben látszott rajta, hogy nem, nyilván nem tud elvonatkoztatni a kézilabdát
labdától, hogy tulajdonképpen bajba is kerülhetünk. Kingsburg Zoltán, a csapat menedzsere mondta a legutóbbi hazai meccs után, amit a Vác ellen tisztesség előtt góllal elvesztettek, hogy ez a Kozár Michelin meccs ez döntő lesz olyan tekintetben, hogy a kiesés ellen kell küzdeni, vagy meg lehet célozni ismét a hetedik helyet, mert ahogy az András mondta, a sorsolás valóban adott volna okot arra, hogy 7.-8. helyre a csapat beérkezzen. Ez most nehezebb ügy, a sorsolás valóban nem rossz, és én úgy gondolom, hogy azért ez a csapat jobb annál, mint ahogy teljesít. Nem azt mondom, hogy élcsapat, mert nem az, de úgy gondolom, hogy egy Kozár Michelin, nem akarok párhuzamokat vonni, de például a 4 évvel ezelőtt, amikor elírta a felajánlotta lemondását, akkor az újonc Neko ellen 10 góllal kapta ki, az egy más helyzet volt. De itt most nem tudom, mi játszódik le az edző fejében, a vezetők fejében. Biztos, hogy nem váltanak, mert azt bejelentették volna, és szerintem megvárják a hétvégi meccset. Ott azon sok minden eldől majd, mert ha így megy tovább, akkor valamelyek történnie kell, anélkül, hogy látnám a hétköznapokat, ismerném az edző munkáját. Tehát tulajdonképpen volt itt nagyon jó időszak az ősszel, de ez most az elmúlt 5 meccses széria, ez valóban azért nem annyira szerencsés. Az volt számomra az érdekes, hogy olyan nyilatkozatokat olvastam még a mérkőzés előtt, és aztán talán utána is, hogy azt nyilatkozta az edző, hogy pontosan tudja azt, hogy a lányok vállára nem szabad nagy terheket rakni, mert hogy azt nem mindig kezelik jól ezeket a szituációkat. Ennek ellenére a játékosok mégis azt nyilatkozták, hogy ide most nyerni megyünk. Hát akkor nyilván a vezetőedző, illetve a stáb is úgy gondolta, hogy ide most nyerni megyünk, tehát ez egy kimondott elvárás volt. Akkor ez is az a dolog, amit nem szabad előre kijelenteni. Mindenkinek helyére kell rakni a dolgokat magában. Egy olyan csapat, 7 ponttal van mögöttünk, gyakorlatilag nem nyert meccset a szezonban, és ebben a kiegyensúlyozott bajnokságból azért erősen kilóg lefelé. Nyilván nem lehet más mondani. Tehát egy együttes, amelyik nem akar a kiesés ellen küzdeni, annak meg kell verni a Kozár Michelint. Érdekes, Andris említette ugye Józsa Krisztiánt, aki itt az előző szezonban sokak számára nem várt szép eredményt hozott a csapattal, gyakorlatilag a második szezonos edzőként, hiszen ugye itt lett Fehérváron vezetőedző, aztán elment Kisvárdára, ki tudja miért, hát vagy csak sejteni lehet, hogy miért, és majd most jön vissza is, mit kellemetlenkedhet nekünk. Viszont a Fehérvári vezetőedző Horváth Roland érdekelne. Andris, te nagyon sok meccsen ott vagy, gyakorlatilag az összes hazain, ráadásul pálya széli, ez elég közel. Mennyit teszel rá ebből az idei szezonból? Nyilván ő sincs könnyű helyzetben, mert valóban ez egy rutintalan, fiatalokra, megszerezhető, innen-onnan idehozható magyarokra építő csapat, amelynek nyilván köze nincs játékerejét, meg lehetőségeit tekintve a nemzetközi élmezőnyben is villogó riválisokhoz, és hát egy masszív középmezőnyben kellene ugye biztosítani a helyét. Hát ahhoz, hogy nincsenek most masszívan a középmezőnyben, szerintem több oka van. Egyik ugye a bajnokságnak az a menete, mert ez nem normális, hogy egy bajnokságot tényleg 2-3 hetes, vagy netán egy hónapos megszakítással kell folytatni, és akkor utána zsinórba lezavarnak 4 meccset, vagy 5-öt. A másik pedig az, hogy nagyon sokan bejelentették már, hogy elmennek a klubtól, és azért ez rányomja szerintem a bélyegét. Tehát itt nézzük a kapusposztot, hát gyakorlatilag az utóbbi meccseken majdnem csak ami kapura ment, az bement. Tehát egyik kapus se lehetett igazán kiemelni, mert nem nagyon volt a fogások, és azért ez is azért hozzájárul ahhoz, hogy egy csapat... Ezek ugye olyan tényezők, amik nyilván Horváth Roland vezetőedző hatáskörén kívül állnak. És a vezetőedző az próbálja ezt a csapatot kordába tartani, de hát nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy a fiatalságból eredően rengeteg olyan dolog nem köszön vissza, amit edzéseken ők megcsinálnak, de meccsen nem jön össze. Aztán ezt elizgulják esetleg, ezt nem tudni, hogy mentálisan, hogy a fejekben mi van. Ezek a lányok egyébként a kapusokról beszélve valóban nem nagyon van olyan kiugró teljesítmény. Fiatalok aztán távoznak is a nyáron, de érdekes, gondolkodtam ezen, hogy az utolsó két nemzetközi szinten is minőségi klasszis a Armel Attingré, illetőleg Pijevics a horvát, aki ebben is nyújtott szenzációsat, Attingré még mindig Balkánon nagyszerűen teljesít, de ők, ha volt kedvük, akkor úgy védtek, mint az álom és világszínvonal, hanem akkor pedig nem volt teljesítmény. Tehát érdekes, hogy nem tudom, mennyire kell ez a flug, vagy nem. Ezek a lányok, akik most itt vannak, szerintem tehetségesek, vannak jó meccseik is,
De most valóban az elmúlt hetekben nem tették hozzá azt a puszt, ami ilyenkor elengedhetetlen lenne a győzelmekhez. Ja, most a héten jelentette be a klub egy spanyol korábbi válogatott kapus leigazolását, tehát valószínűleg akkor Balázs Imréjék is úgy gondolják, hogy ezen a poszton azért alapvetően itt kell kezdeni az új csapat kialakítását. Hát nagyon reméljük, hogy majd első osztályú csapathoz érkezik azért, mert nyilván ez a alapvető elképzelés. Nagyon érdekes lehet ez, sokszor beszélünk, és amikor itt van velünk néha ugye Balázs Imre, Jimmy, aki egyszer a kosárlabda klub és a kézilabda klub elnöke is, mindig szóba kerül, hogy olyan aránytalanságok vannak kézilabdában az egyes klubok lehetőségei között, amik eleve kizárják, hogy valaki mondjuk igazán magas célt tűzhessen ki maga elé. Tudjuk, hogy vannak más sportágban is olyan bajnokságok, ahol az első 3-4 helyezett lehetőséget meg se közelíti a többi, de a magyar futballt is mondhatnánk, mert a Ferencvárosnak a B csapatával is illik lassan megnyernie, nem tudom én, 16 milliárdos költségvetéssel a magyar bajnokságot. Már akkor tudjuk, amikor augusztusban az első kezdőrugást elvégzik. De mégiscsak valami olyan kiegyensúlyozottság van, hogy a többi csapat legalább egymáshoz képest tud úgy meccseket játszani. Én nem tudom, hogy a kézilabdában ez jelenleg így van-e. Én azt gyanítom, hogy az albának a költségvetése és a lehetőségei köszönő viszonyban sincsenek, nem a Győrrel, meg a Ferencvárossal, valószínűleg a Debrecennel sem. Moson-Magyaróvár, tehát azokkal a csapatokkal, akik valamiféle ambíciót meg tudnak fogalmazni. Itt ebbe a kézilabdában az a nehéz ügy, hogy ha dobogóra szeretnél lépni, akkor európai szinten is egy nagyon komoly csapatot kell, hogy építsél. Az a Siófok nem tudott bajnok lenni, a covidos szezonban tudott volna második lenni a Fradi mögött, ott a Győrt kétszer megverték, de az biztos, hogy itt Fehérváron is a középcsapathoz is már olyan anyagi bázis szükséges, amit azért nem egyszerű előteremteni. Tehát dimenzionális különbségek vannak. Itt a Fradi meg a Győr a világ egyik leggazdagabb csapata. A Debrecen is nagyon komoly anyagi erőket mozgósított, hiszen a legutóbbi háromszoros BL győztest egy gólon múlt, hogy nem verte ki a norvég címvédőt. Tehát önképpen, és akkor évekig volt az Érd, közvetlenül mögöttük dobogón a Siófok, a Vác nagyon erős, tehát azért itt fel is soroltunk itt már 6 csapatot, és mögéjük érkezni hetedikként, az is nagyon komoly anyagi bázist igényel. A kérdés, ami foglalkoztat az alapján is, amit Andris mondott, hogyha egy csapatnak a szezon, nem tudom, kétharmadánál már lehet tudni, hogy távozó játékosok lesznek, nem hosszabbítják meg a szerződésüket, vagy nem tudom, hogy nem ismerve a belső történéseket, hogy nincs rájuk szükség, vagy ők döntenek úgy, vagy más ajánlatot kapnak, hogy mi az oka ennek valójában, mert ez is elmond nyilván sokat egy csapatról, vagy az azon belüli légkörről, ha mondjuk a szezon felénél már arról szólnak a hírek, hogy ki nem lesz itt a következő idényben. Hát biztos, hogy nem tesz jót, mert azért már a fejek azért másfele mozognak. De az okokat lehet tudni? Tehát itt tényleg kizárólag a jobb ajánlatokról van szó, vagy... Hát én jobb ajánlatokat hallottam több játékos esetében is. Más klubok is, a Dunajváros is rendszeresen bejelenti ugyanígy szezon közben, tehát ez most már gyakorlat, hogy nem vágják meg a szezon végét. Tulajdonképpen ebben nem találok újdonságot. Nem tudom, mennyire befolyásolja, mert mondom, a korábbi években is így zajlott, és aztán akkor volt, hogy könnyebben maradtunk, volt, hogy majdnem följöttünk a középmezőny elejére. Én ebben nem látok most akkora differenciát. El kell kezdeni nyerni. Hát minden esetre ugye ma adásunkkal egy időben tulajdonképpen zajlik a Moson-Magyaróvár elleni mérkőzés, ahol nem reális elvárás, hogy a csapat nyerjen, esetleg némi önbizalmat, némi részfeladatokat megoldva, a későbbi fontos meccsekre hangolódva lehet ennek jelentősége. Egy óriási légyköröz közben itt a stúdióban, hogyha netán néha ilyen furcsa mozdulatokat teszünk, ennek az az oka. De hát nagyon szurkolunk a lányoknak, hogy tényleg majd szezon végén valamiféle pozitív kicsengése legyen a róluk folytatott beszélgetésnek. Mondjuk jobb, mintha lódarázs jött volna. akkor most már egészen más mozgásokat mutatnánk. És akkor a elején említett váltakozó hol igen, hol nem hangulatba folytassuk kosárlabdával, mert az viszont elvitathatatlan Balázs Imre másik klubjától, az Arkonik Albafehérvártól, hogy hát nagyon nagy reményeink vannak itt a szezon végkicsengését illetően. Egyelőre ugye ott tart a csapat, és ennek is most így ma kedd este van folytatása, hogy megnyerte az első mérkőzést a Szolnok elleni elődöntőben, ami tulajdonképpen, hát talán mondhatjuk, hogy papírforma, hiszen hazai pályán az Alba egész szezonban nem kapott még ki. Most is volt egy nagyon erős harmadik negyed, egy nagyon rossz második után. Engem ami igazából érdekel ennek kapcsán, hogy
hogy meddig tartható valóban az, hogy nyilván nem függetlenül attól, hogy az első két negyedben fiatal játékos pályán kell tartani, és az Albának nem ez most az ereje, viszont a harmadiktól az a hat ember az olyan szinten képes játszani, ami gyakorlatilag a Falkó kivételével eddig minden ellenfélnek megoldhatatlan feladatot jelentett. Jó, most nem 20-szal nyertük meg a harmadik negyedet, de egy hátrányból lett egy masszív előny, amivel végig is célba tudott érni a csapat. Nekem bevallom nagy kérdés, hogy akár már ma Szolnokon, akár a későbbiekben ez mindig elég lesz, de hát egész szezonban ezt fogalmazzuk meg, és eddig még mindig elég volt. Hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy jót tesz a szünet, de az kétségtelen, hogy azért kevés hatra fogható játékos van, tehát én szűknek érzem a kispadot, egy kicsit meg nem is nagyon forgatja a csapatot, ebből kifolyólag a vezetőedző, de azok a játékosok, akik porondra kerülnek, azok jól teljesítenek. Hát olyannyira jól, hogy egyébként ki is gyűjtötte egy szolnoki szurkolónak a fórumos bejegyzését, néztem, hogy ugye az értékszámok, amik a különböző statisztikai kategóriákban elért mutatóból összeadódnak, azok az Albánál a légiósokat tekintve egészen nagy különbséget mutattak a Szolnok légiósaihoz képest, és az Albának az egyetlen igazi kulcs magyar játékosa, a Vojvoda Dávid egymaga majdnem annyi értékpontot gyűjtött, mint a Szolnok teljes magyar magja, pedig a Szolnoknak azért vannak rutinosan magyar játékosai, tehát mind a légiósok, mind a magyar mag, ami Fehérváron nagyjából egy ember, az többet tudott felmutatni ezen az első mérkőzésen, mint a Szolnoknak a vonatkozó csapat része. Talán addig tarthat ez az egész, most egy kicsit leegyszerűsítem, meg nem találkozunk a Falkóval. Persze ezt most kicsit humorosan mondtam, ne így legyen, de nyilvánvalóan a következő ma esti mérkőzést is be kell húzni, és akkor nem nagyon lesznek kérdések, hogy meddig tarthat, hiszen hogyha a két mérkőzés megvan, akkor talán már nem kell azon töprengeni, hogy bejutunk a döntőbe. Itt inkább talán már a döntőre kell ismét csak koncentrálni. De a maximum úgy járhatom, mint a Kaposvár a Mávelőre ellen, hogy 2-0 után elhitte, hogy vége van a döntőnek, aztán egyszer csak el kellett menni egy negyedik mérkőzésre. Igen, hát itt is előfordulhat ez a helyzet. Rosszabb ne legyen, mint hogy az utolsó mérkőzésen harcoljuk ki a döntőbejutást, de ez azt hiszem, hogy elvárásnak kell lennie. Talán a srácokat nem terheli az elvárás terhe annyira, mint az előzőekben tárgyaltakat. Laci, sokszor kifejtettem az adásban, hogy gyakorlatilag a Falkó kivételével itt nem nagyon lehet az Albának ellenfele. Nem tudom, hogy ez a Szolnok elleni mérkőzés mennyire erősített, vagy bizonytalanított el ebben. Én bevallom, azért tartok még most is kicsit a Szolnoktól, mert ugye Vid mester keze alatt azért rendesen összeálltak, megnyerték a Magyar Kupát, tehát az önbizalom minden rendben van. Ők is söpréssel jöttek be a négy közé. Ugyanakkor az volt az érzésem, és most már nem először tényleg, hogy az Alba jelenleg mind az öt légiósát, tehát nincs kakukk tojás gyakorlatilag a légiós kontingensben, a játéktudást, az eredményességet, a húzó emberséget tekintve, plusz hát Vojvoda Dávid, aki pedig elképesztő 25 pontos átlagot nyom a playoffban, tehát a szezon legfontosabb szakaszában, hogy ez a hat ember, ez erősebb, mint tényleg a Falkót leszámítva bármelyik magyar ellenfélnek a magja. Én tartottam egy kicsit ettől a Szolnok meccstől a kupa kapcsán, ugyanis a Falkó kikapott a Szegedtől gyalázatos meccsen, és aztán a Szolnok kiválóan játszott a fináléban, és a bajnokságban is az utolsó meccseken kimondotta jól. Én úgy gondoltam, hogy nehezebb meccs lesz. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ma nem nyerhet a Szolnok. Szerintem ebben a szériában a mai meccs megnyerésére van a legnagyobb esélyük. Ha ott veszítenek, akkor őket elhantolták. És múltszerben elmentem, hogy kalandvágyból megnézzem az ETA Deacot, ami szintén egy egészen elképesztő dinamikai mérkőzés volt, 17 pontról jött egyre, és aztán dobhatott Mócsán a győzelemért a debreceni oldalon. És pár mondatot váltottam utána a Matthias Szolnára, és ő is azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ő a lelkeményén nyilván Alba ZTE döntőt szeretne, de ez nekik sokkal nagyobb bravúra van szükségük. Ő azt mondta, a differencia az, hogy az Alba itthon kezd és itthon fejezheti be, neki pedig kellene egyet nyerni úgy Szombathelyen, hogy azért az nem egyszerű játék, láttuk az első meccs 30 pontos differenciájából is. Tehát... És ugye a Falkó ebben a rájátszásban még mindenkit, minden meccsét 30 plusz ponttal nyert, tehát iszonyatos dominanciát mutatnak. Lehet mondani, hogy a Honvéd nyilván nem a legerősebb ellenfél volt, az Alaegerszeg a Debrecennel szépen kinyúvasztotta egymást 600 kilométereket utazva, oda-vissza rettenetes öt meccses hírikben.
és nyilván így oda menni Szombathelyre. Tehát fizikálisan annyira domináns a Falkó, hogy én valóban azt érzem egyébként, hogy és ezt egyébként az Alba Szombathely elleni meccsei is mutatták, főleg Szombathelyen, hogy ők ki tudják használni az első fél időben kőkeményen az Albának azt a gyengéjét, ami Szombathelyen nincs, mert ott még a fiatal is válogatott közeli játékos. Tehát, hogy fizikálisan, ha ez az Alba az első fél időben nem tud 2-3 ponton belül maradni az ellenfeléhez képest, akkor már lehet, hogy hiába jó a másodikban. Hiába van olyan jó légiósaink vannak, mint egyébként a Falkónak szerintem, sőt jobbak, de hát annyira bővebb és annyira erősebb az a keret összességében, hogy ott egy első fél idő fogja igazából eldönteni a meccseket. Csak hát először még oda is kell jutni természetesen. Az elmúlt néhány meccs számomra igazolta, hogy jó döntés volt a két renitens színesbőrű afroamerikai játékosunk megtartása, ugyanis mi eljutunk a döntőig, mert szerintem eljutunk. Senki nem emlékszik arra, hogy ők rossz fiúk voltak, és rájuk kellett pirítani, de sokan voltak ilyen hangok, azonnal fel a repülőre, szerződésbontás, és többet Európában hát, jöjjenek. Tudtuk volna, hogy valójában mi történt. Addig tulajdonképpen ez most már nem téma, és kiválóan játszanak. Ráadásul mondom, ha kell, Roberts tökéletesen helyettesíti a pihenő Vojvodát, Diki nélkül meg nincs lepattanó. Tehát tulajdonképpen annyira fontos láncszemély ennek az együttesnek, hogy igazolást nyert az a döntés, hogy büntetés, maradnak, folytatják, és sikerek felé vezetnek bennünket. Igen, és hát véletlenül nem is volt akkora vétség, hogy ez felmerüljön, persze minden megítélés kérdése. Szóval összességében igen, ez még mindig egy veretlen Alba ugye a rájátszásban, majd kiderül, hogy most Szolnokon sikerül-e ezt megőrizni. Operatőr kollégánk, aki mindig ott van velem a meccseken és rögzíti a hazai találkozót, Megyeri Zoltán, most is ő van egyébként a kamera túloldalán, ma ünnepli a születésnapját, és számára is nagyon szép ajándék lenne, hogyha a csapat nyerne Szolnokon. És milyen jó dolgozik így ott velem szemben? Hát én, Laciról milyen képet alkot? Pedig hát tudjuk a valóságot, és nézzük meg, igen. Jó. Akkor kosárlabdáról is majd nyilván a jövő héten is szó kerül. Ugye pénteken lesz egy fehérvári meccs, ez egészen biztos még, majd a mai meccs eredményének a függvénye, hogy hányszor kell még játszani a Szolnok ellen. A Vidi pedig a hétvégén, és akkor most megint egy kis negatívum a pozitívumok után, egy elég kiábrándító meccset játszott Kisvárdán, azzal a Kisvárdával, amely hát a matematikai lég még nem is, de fordulókkal ezelőtt úgy tűnt, hogy eldőlt. Még saját elnöke is ugye elparentálta, hogy kész vége, őt nem is érdekli az egész innentől kezdve. Ehhez képest elkezdtek meccseket nyerni, és hát a Fehérvár ellen is nyertek egy 11-es góllal. Nem is az, hogy 11-es, meg milyen 11-es, meg hogy kikaptunk, de ez valami egészen kiábrándító meccs volt szerintem. És talán ebből ki is lóg egy kicsit abból a szempontból, hogy amikor kikapott a Vidi, le lehetett fogni korai kiállításra, bután összehozott piros lapra, nem tudom, hogy amúgy biztató volt a játék. Ez most az egész tavaszi szezon egyik legreménytelenebb produkciója volt szerintem. Elég gyengén muzsika volt, ezt valljuk meg, és én figyeltem a televízió közvetítésen keresztül Révész Attilának, az elnököt, hogy magányosan üldögelt a nézőtéren, és nézte a csapatát, és nem tudom, mi járhatott a fejébe, de hogy arra nem gondoltott, hogy ők nyerni fognak, az biztos. Hát lehet, hogy ez egy pszichológiai hadviselés volt a részéről, hogy néhány héttel ezelőtt kijelentett, hogy már kiestünk, és akkor őt nem is érdekli az egész, a csapat azóta kezdett el nyerni. Ugye Feckó Tamást kinevezték edzőnek. Nyilván lehet teher nélkül játszani ilyen helyzetben, még most is van azt hiszem 6 pont, vagy 5 pont hátrányuk az Újpest mögött, és már alig van hátra a mérkőzés, tehát óriási csoda lenne, hogyha a Kisvárda bent maradna, de azért kicsit a újpesti idegeken elkezdtek címbalmozni, mert a lilák meg minden meccsüket elveszíti mostanában. Ötösöket is kapnak ráadásul. Érdekes egyébként, hogy ez valóban egy rossz meccs volt, és így is Tóth Balázsnak meg kell köszönni, hogy csak ennyire kaptunk ki. Tehát ez az ember egészen elképesztő produkcióval jelentkezik, hogy több mint a duplája gólt kéne kapni a Vidinek, mint amennyit kap, és most is ő tartott bennünket egy kicsit is versenyben. Hát olvastam olyan szurkolói véleményt, hogy nélküle megint a kiesés ellen küzdene a Vidinek. Ez valószínűleg nem így lenne. De nem lennénk ki a csapat, az biztos. Tehát dobogóról nem nagyon beszélhetnénk, és így is tulajdonképpen jól alakult, mert
Hát a Paks ugyan nyert, de a Paksnak nem jó a sorsolása, szerintem a vidéki jobb, azzal együtt is ez nagyon kiélezett csata lesz. Most mi a realitás szerintetek egyébként a második helyet kell üldözni, mert ugye egy pillanatra ott volt a Vidi most a forduló előtt, aztán most így 3 ponttal elment a Paks, mely meg tudta szakítani a vereség sorozatát. Szóval, hogy még mindig az van, hogy akár lehetünk másodikak is, vagy óvatosabban azért inkább hátrafelé sandítani, mert azért van még 3 nem könnyű meccs a Fehérvárnak, és ugye jelen pillanatban 4 pont az előny a Felcsúttal, és 5 a Debrecennel szemben, Debrecenben pedig még ugye megy a Vidi. Mm-hmm. Tehát legrosszabb esetben még itt le is lehet csúszni a dobogóról. Hát én ugye az előző adásokban azt mondogattam, hogy nekünk csak egy kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtani, mert a Paks fogja elveszíteni a második helyet. Hát most visszaadtuk nekik, hogyha ezen a vonalon tulajdonképpen visszaadtuk nekik a második helyet azzal, hogy egy nem várt vereségbe szaladtunk bele, és nézegettem a statisztikát, a mérkőzést én nem láttam személyesen, de egy a legfontosabb mutatók közül talán egyben voltunk csak jobbak a Paksnak, ugye említettük itt, hogy mennyit védett a kapusunk, 4 védés mutatott be, tehát hogyha az nem sikerül, akkor +4 gól. A kaput eltaláló lövésekben azt hiszem, hogy 5 volt a Kisvárdának és 1 volt nekünk. A labdabirtokrás megnyertük 51-49% arányban. És ennyi pozitív. Egy érdekes statisztika lenne egyszer, hogy amióta a labdabirtoklást mérik, hogy mikor nyer az a csapat, amelyik egyébként többet birtokolja a labdát. Szerintem minimum 50-50, tehát nem hiszem, hogy önmagában a labdabirtoklás dönt el mérkőzéseket. Hát ez biztos nem, mert ezt a labdát, hogyha oda se adjuk a Kisvárdának, akkor se rúgunk gólt szerintem ezen a mérkőzésen. El ezt tudták mondani, hogy másnap reggelig játszanak, sem fognak betalálni. Mennyire lehet ennek a szűkösebb rotációval jöjjük Zselák lehetőségeinek a korlátozottság az oka? Ugye azért úgy tűnt, hogy most is vannak problémák azzal, hogy tudja frissíteni a csapatát. És hát ilyenkor, ha valaki formán kívül van, vagy nem úgy illeszkedik, akkor még ez ilyen dupla hátrány gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes szezon, azzal együtt is, hogy negyediknél rosszabbak nem lehetünk, az már megint nemzetközi kupát ér, amit feszegettünk korábbi adásokban, hogy Paks-Fradi döntő. Tehát én úgy gondolom, hogy minden jól alakult. Az más kérdés, hogy az élet hosszú távon igazságot szolgáltat, hogy a Paks is nyert nagyon rossz játékkal meccseket. Most 2-szer nagyon nagy szerencsével a kupaerő döntőt, nem jó játékkal nyertek legutóbb a Mezőkövesd ellen sem. Mi sem jó játékkal kaptunk ki. Ugyanakkor én úgy gondolom, az MTK-t megverjük, és akkor a dobogót szerintem bebiztosítjuk. Bár van még vissza 2 meccs, de én úgy gondolom, hogy akkor ezért úgy kiegyenesedik ez a dolog. Hát főleg, hogyha a szezon előtti félelmekre gondolunk, vagy nem reményekre, mert inkább félelmek voltak az előző idény vége után. Mindenesetre ugye most az MTK jön majd, amely tavasszal szintén mutatott azért életjeleket, bár most az örökrangadón kikapott, és aztán a Debrecen, és aztán a Diósgyőr, tehát arra mondom, hogy 3 olyan mérkőzés, amelyek nem a legkönnyebbek szerintem a Fehérvár számára sem. Őszintén szóval nem néztem meg, hogy például a Puskás Akadémiának milyen mérkőzései vannak még. Én őszintén szóval úgy gondolom, hogy a Paks utolérése nem kell feltétlenül, hogy a Vidi célja legyen. Az egész szezon tekintve nem is lenne talán reális. Bognár György csapata azért majdnem végig a első-második helyen volt, hanem ezt a dobogót kellene igazából megvédeni. Tehát egyértelműen a bronzérem az egy siker lenne minden szempontból. Főleg a tavalyi évhez viszonyítva. És hát nemzetközi kupaindulást érne, ami ugye azért érdekes, mert átalakul a nemzetközi kupák rendszere ősztől, ami egy magyar csapatot majd meglátjuk, hogy fog érinteni. Nyilván a selejtező azért ugyanúgy kinézne azért a magyar negyediknek vagy harmadiknak, tehát nem kerülnénk azért rögtön csoportkörbe. Egyébként rosszan ne legyen, mint hogy azon morfondírozunk, hogy most másodikak vagy harmadikak leszünk, pláne itt a rossz, illetve az előző szezon bukdácsolása után, és éppen hogy csak bemaradása után. Tehát azt gondolom, hogy ez azért egy olyan kellemes morfondírozás, mert hogy persze szép lenne a második hely, de már a harmadik is hatalmas bravúr. Tehát azért nem kell itt temetni a dolgokat. Jó, hát ide a végére, az utolsó negyedére vagy ötödére az adástok éppen a nemzetközi kupák elődöntőit, majd kis esélylatogatást gondoltam, hogy beszélgessünk, hogy mit vártok, mert ugye a héten azért eldől majd, hogy kik kerülnek előnybe. De még egy mondat, addig annyi időt talán van, hogy közben jégkorongozóink ugye elkezdték a Divizió 1A világbajnokságot egy japánok elleni győzelemmel, ami nagyon jó, mert
hát így beszélgetve azért a csapat körüli emberekkel nem mindenki gondolta azt, hogy ez ilyen magától értetődő lesz. Főleg úgy, hogy Korea megverte Szlovéniát, ami azért az ázsiai hoki erejét rendesen mutatja. Ti mit reméltek ettől a világbajnokságtól? A szurkolók, akik ott vannak, szokás szerint fantasztikus hangulatot teremtenek, nyilván mindig az A csoportról, meg a feljutásról beszélnek, de hát azért reálisan szerintem itt örülni kell, hogyha mondjuk két győzelemmel megalapoz egy masszív szereplést a csapat. Mi 19-ek vagyunk a világranglistán, a norvégok 9-ek. Kétszer megvertük őket nagyon szoros meccseken, Bál is elképesztő teljesítményével, Dominik is kiválóan védett. Akkor egy kicsit úgy gondoltam, hogy a korábbi teóriámmal ellentében én azt hittem, hogy a románokkal vívunk egy kiki meccset a bennmaradásért. Ez aztán megváltozott, és a japánok elleni győzelem is nem volt kiugró a jó játék, de magabiztos volt, úgy gondolom. A Korea kicsit megijesztett ezzel. Én azt hittem, hogy a szlovén és az olasz felmegy, mi bejövünk harmadik helyre, a két ázsiaival vitatkozunk, a román pedig visszalép megint a Vive 1B-be. Ez kicsit az első forduló után megváltozott. A mai meccs sok mindent eldönt majd azért ebben a tekintetben is. Én nagyon nagy meglepetés lenne, ha feljutnánk. Én ebben nem hiszek, de úgy gondolom, hogy dobogós helyen tudunk végezni ebben a kategóriában. Talán mondhatjuk azt, hogy már is megvan az Alba Arénának az első pozitív hozadéka, hiszen ugye beszéltünk a játékosokkal, a játékosokról is, és mindenki azt mondta, még az edzői stáb is, hogy hát úgy jöttek ide az Alba Arénára erre a háromnapos megnyitó rendezvényre, hogy szomorúak voltak ugye a lengyelországi mérkőzések miatt, amelyeket ugye azért viszonylag nagy arányban elvesztettünk, de feltöltődés volt az, hogy egy úgy jégpályán léphettek jégre Magyarországon a srácok, és valószínűleg a norvégok azért nem az életükért küzdöttek ezen a két mérkőzésen, megnyertük ezt a két mérkőzést, bizonyára ez is adott hozzá egy olyan pluszt a magyar válogatott japánok ellen mutatott teljesítményhez, ami nélkül, hát nem tudjuk meg, de talán nem valósult volna meg a győzelem. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy generációváltás van a válogatottnál. Tehát jó páran visszavonultak, illetve visszavonták a válogatottságot, és csomó fiatalt válogattak be, és nem utolsó sorban ugye edzőváltás is volt itt igen, szezon közben. Aki edző, ráadásul a hírek szerint azért nem élvezi maradéktalanul mindenkinek a bizalmát, de hát nyilván ez ne látszódjon meg a teljesítményben. Jó, hát tényleg akkor kevés idő marad, gyorsan menjünk végig azon, hogy mit vártok a foci csúcstól a héten. Ma a Bayern München a Real Madriddal játszik, ez az egész európai futball egyik legnagyobb, legpikánsabb, és a két klub trófea gyűjteményét tekintve talán leggazdagabb találkozója. Érdekes lesz, mert a Bayern ugye korábban a Bundesligában mutatott nem élet, hanem haláljeleket inkább, ugye gyakorlatilag idő előtt elvesztette a bajnoki címért folytatott versenyfutást, egészen kiábrándító teljesítményekkel, de közben most itt a Bajnokok Ligájában, mintha azt igazolná, hogy az örök tétel, hogy őket nem lehet leírni, az megint igaz lesz, de akkor mit mondjuk a Real Madridra, amelyik pedig bármilyen szezont fut a BL-ben, mindig képes odaérni. Mit tippeltek erre a párosításra? Én a Real Madrid továbbítására tippelek egy ilyet. Csak megszokásból is. Nem, nézegettem a Realnak a meccseit, majdnem csak rendszeresen, és azért az Ancelotti félcsapatok mindig jó mutatókkal vannak. Hát ugye Jude Bellinghamnek volt egy érdekes nyilatkozata, talán hallottátok is azt a néhány mondatot, amikor odament az edző Ancelotti, és azt mondta neki, hogy mest olyan páratnak tűnsz. Hát igen, egy kicsit álmos vagyok, úgyhogy ugye mennyi, aztán kicsit rázzál hozzá lázba, valamit csináljatok. Nyilván ezt a City elleni meccs előtt mondta, és hát csináltak is valamit a City után, azt hiszem, hogy a Bayern München lesz ellenfél, de nem lesz ellenfél, most egy kicsit leegyszerűsítve ismét csak a dolgokat. Szerintem a Real fog nyerni, ebből kiindulva. Laci viszont a német futball nagy barátjaként szerintem megkontrázt titeket. Nem, mert az is nagyon nagy meglepetés számomra, hogy Kimmich góljával a Bayern el tudott jutni az elődöntőig. Én nem gondoltam így, hogy 16 ponttal a Leverkusen mögött mondjuk ők zseniálisan játszanak. Tehát ott az annyira jól kitalált játékrendszert játszott Xavi Alonso, hogy egészen elképesztő az a dinamika, hogy futballoznak. Hát a Bayern, az Európa Ligában érdekeltek ugye a héten majd. A Bayern meglepett ezzel az elődöntővel. Én úgy gondolom, hogy a Real elbúcsúztatta a Cityt, ezzel egyértelmű aranyesélyes. A másik ágon a Dortmund nagyon egységes, de Mbappé zsenialitásával nem tudom, hogy hosszú távon fel tudják-e venni a versenyt. Én úgy gondolom, hogy
hogy Real PSG döntő, és a Real azt szokás szerint papírforma a gyanát behúzza. Az nagyon szép jelenet lenne, egy Real PSG döntés, a végén Mbappé valakivel meszt cserél, és azt mondja, hogy akkor most már maradok is ebben, hiszen nagyjából nyíltatok, hogy megy a Real Madridhoz. Jó, hát köszönöm szépen, egyetlen percünk maradt, úgyhogy csak a röviden, tehát a Dortmund Paris Saint-Germain lesz ugye a másik ágon, itt tényleg egyértelműen tűnnek az esélyek, de hát azért majd meglátjuk. Az Európa Ligában a Marseille a Liverpoolt végtelen magabiztossága a búcsúztató Atalantával találkozik, a Róma pedig a Laci által már megénekelt Leverkusennel. Szerintem ezekben nagyon nehéz papírformát mondani ebben a két párharcban. Ellentétben a konferencia ligában a Fiorentina, a Club Brugge, az Aston Villa pedig az Olympiakos ellen, hát meglepetés lenne, hogyha nem jönne össze egy angol-olasz döntő, hogy legalább egy angol csapat mégiscsak felmutasson valamit, ráadásul annak az Emerynek a vezérletével, aki gyakorlatilag egy kis újból rász ki egy európai kupa döntőt általában. Fiúk, ezt most én mondtam el, bocsássatok meg, nem maradt időre, hogy kifejtsétek a véleményeteket, de minden másban igen, és nagyon köszönöm az értékes közreműködést. A kedves nézőknek pedig a figyelmet, egy hét múlva jövünk újra, néha jó, néha rossz, néha nem, de mi mindig itt vagyunk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.